A Bicskei Torna Klub labdarúgó csapatai közül a felnőttek már elkezdték a téli alapozó felkészülésüket az NB3 tavaszi labdarúgó bajnokság folytatásához. Rövid felkészülés után már január 11-én szerdán 13 órai kezdettel a Bicskei Műfőben felkészülési mérkőzést játszanak a Siófok csapata ellen. 2023. január 8-ával kezdődően a Fejér megyei labdarúgó szövetség az utánpótlás csapatoknak szervezett téli futszál terem labdarúgó tornát több csoportban. Csapatunk a BTC U13-as korosztálya az A csoportba kerülve, már az első fordulóban házigazda szerepét töltötte be a Martonvásári sportcsarnokban. Nagy létszámra való tekintettel két csapatra nevezett be egyesületünk a tornára. A csoport négy résztvevője körmérkőzéseket játszottak egy-egy fordulóban. A mérkőzések játékideje 2x20 perc volt, így minden csapatnak lehetősége volt, hogy minden játékosát szerepeltesse. A 4 héten át tartó sorozat jól szolgálja a tavaszi folytatásra való felkészülést. Piros Tamás csapata, akik remekül zártak az összeszereplést első helyen, ezúttal a teremben mutathatták meg felkészültségüket. Gyönyörű sportcsarnokban hallatlan lelkesedés jellemezte az egész rendezvényt. A lelkesedés mellett jól felkészített játékosok mutatták meg tudásukat, és a remek játék mellett nagyon sok szép gólt szereztek csapatunknak és a helyszínen tartózkodó szurkolóknak és szülőknek egyaránt. Amíg nézzük ezeket a gyönyörű akciókat, gólokat, helyzeteket, addig néhány szóban a Bicskei Torna Klub pár nappal ezelőtt kiadott hivatalos közleményéből. A Bicskei Torna Klub Egyesület működését megfontolt, körültekintő gazdálkodás jellemzi. A sportegyesület közel 400 felnőtt és utánpótláskorú versenysportolónak és további 100 tömegsportot kedvelőnek nyújt rendszeres sportolási, szórakozási lehetőséget és helyszínt szabadidő kultúrát eltöltéséhez. 2016 óta tartó folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ma már egy ékszerdoboznak és beillő füves center labdarúgópálya és egy nagy műfüves edzőpálya hozzáig tartozó, jelenleg a bővítés utolsó fázisában járó épület együttes segíti 10 labdarúgó csapatunk felkészülését a megmérettetésekhez. Szabadidősportok számára pedig egy kisméretű műfüves focipálya, több funkciós rekordtán játéktér és egy salakos teniszpálya áll folyamatos rendelkezésre. Kisebbekre gondolva a sporttelep, Akácfa utca felüli oldalán rönkve játszótér, nyári időszakban a strandröplabda pálya is segíti a kikapcsolódást szülőknek és gyermekeknek egyaránt. Mint minden sportegyesületnél, Bicskén is alapos felfájást okoztak a hirtelen megugró energiárak, a nehéz körülmények ellenére a klub vezetősége úgy látja, az elmúlt évek során bevezetett takarékossági intézkedések és beruházások lehetővé teszik, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint zavartalanul folytatódhasson a munka az egyesület házatáján. Egyúttal büszkén tájékoztathatjuk az érdeklődőket őszi eredményeinkről. 7, 9 és 11-es labdarúgó palántáink minden bozsik tornát sikeresen teljesítettek, számos külön díjat hazahozva. A csökkentett pályán szereplő 13 évesek remek teljesítménnyel vezetik a Fejér megyei bajnokságot. A regionális bajnokságban versenyző 15 évesek 7. helyen, a 17 évesek a 9. helyen, míg a 19 évesek szintén a 7. helyen várják a tavaszi folytatást. A Fejér megyei első osztályú bajnokságban elindult felnőtt tartalé csapatunk a 15. helyen áll, és bennmaradásért fog harcolni tavasszal. Első csapatunk az NB3 nyugati csoportjában az őszi idény második felében nyújtott jó teljesítményével, az erős 20 csapatos mezőnyben a 10. helyről várja a folytatást. Külön öröm a nyáron megalakult 13 éves lány foci csapatunk szereplése, akik az összesített nem hivatalos tabella második helyén állnak. Fejér megyei bajnokságban szereplő kispályás labdarúgó csapatunk vezeti csoportját reális eséllyel az aranyérem elhódítására. Leány 13 éves kézilabda csapatunk minden mérkőzésen helyt állt. Itt sincs hivatalos tabella, mert a 7-13 éves korosztályban egyik sportágban sem az eredményeket helyezik előtérbe a szakszövetségek. 19 éves lányaink pedig 12. helyen folytathatják a bajnokságot. Asztalitenis csapatunk a Fejér megyei bajnokság 6. helyén áll, de decemberben még két mérkőzésen is lehetőségem a csapatnak az előrelépésre.